Az akasztó elleni mérkőzés az első játékrészben kiegyenlített küzdelmet hozott. A második félidőben azonban érvényesült a papírforma, erőnlétileg nem tudta felvenni a versenyt az akasztó a hazaiak játékosaival. Nem csak az összhang volt megfelelő, az egyéni teljesítmények is hozzájárultak a nagyarányú győzelemhez. A tavalyi idény gólkirálya Balogh Marcell 5 mérkőzésen már 10 gólt szerzett, ezzel vezeti a góllövő listát. Nem csak a támadók, hanem a védők is nagyszerű teljesítményt nyújtanak hétről hétre, eddig mindössze 2 gólt kapott a KHTK. Ez nagyon pozitív dolog, az a kettő is ugye pont rúgásból volt, talán most abban is egy kicsit jobban, azt mindig azért hangsúlyozunk itt meccset, hogy arra azért figyeljünk oda, a pont rúgásokra, az a kettő is abból volt. Megoldjuk, azt mondom, hogy a gyakorlás van, hál' Istennek tényleg hibátlanul hozzuk eddig ezeket a dolgokat is. Két kapusunk is elég jó teljesít. Hát a legnagyobb dilemma egyébként ez, ugye két meccset az egyik kapusunk védett, utána a kettőt a másik, mind a kettőnek jó a teljesítménye, és nem könnyű versenybe tartani mind a kettőt. Ugye van a másik csapatunk, de ott is a Tóth Peti azért neki is legyen játék lehetőség, hogy egyelőre ezt a megoldást választottam, működik még. Ezek már a KHTK vasutas elleni kupamérkőzésének felvételei. A Honvéd 6-0 arányú győzelmének köszönhetően tovább jutott. A következő ellenfele a megye 2-es Városföld lesz. A félegyházi csapat az elmúlt években elsősorban a bajnokságra koncentrált, de idén már a kupában is szeretne kimagasló teljesítményt nyújtani. Nem is tudom, hány éven keresztül nyerték ők is ott a bajnokságtán, hogy 6 vagy 7 alkalommal ugye mindig megnyerték, csak nem váltak sose ők is a magasabb osztályt. Hát más mérkőzés lesz, mint a mostani szerdai. Éllovasok most is, ugye szerintem most is ott is bajnoki címet akarnak szerezni. Tele vannak idősebb jó játékosok, de vannak fiatalok is, ráadásul az edző kollégát is ismerem, úgyhogy én egy nagyon kiélezett találkozóra számítok szerdán. Mire számítotok? Mit terveztek a kupával, hogy tovább akartok minél messzebb menni? Hát ezt eddig az előző 2 évben mindig feláldoztuk így a bajnokság miatt. Most mindenféleképpen szerdán tovább kell jutni. A következő fordulóban a 13. helyen álló Soltvadkert otthonában lép pályára a KHTK szeptember 28-án. A tabellát továbbra is a Honvéd vezeti 15 ponttal, a Bácsalmás áll a második helyen. A tavalyi idény ezüstérmese, a Híd SC 12 ponttal a harmadik helyről várja a folytatást.